Köszönjük, hogy elfogadta az interjút. Kérem, beszéljen családjáról, születésének körülményeiről. Hát elég nehéz gyermekkorom volt, mert akkor jött a háború. Édesapámat elvitték a háborúba. Ez határcsendőr volt, mikor a határ volt ottan, és úgy nem kellett bevonulni, mert ez a pozíciója volt, hogy dolgozott, és egyszer éjjel jöttek, és elvitték, egy fekete kocsival jöttek, akkor az egész faluban már nem voltak katonák, köteles férfiak, csak a bíró, meg az én édesapám. És akik katonák kötelesek voltak, azokat már a németek mind elvitték a háborúba. A németek vitték el őket. És akkor le a Drávához, és ott át a másik, át Eszék felé, igen, Eszék felé, és ott úgy kell mondani, hogy raboskodtak, mert megszöktek, nem maradtak, nem csináltak katonák, nem lettek kiképezve, csak ott voltak egy táborba. És akkor még az is volt, hogy jött a halál híre, és az öcsémmel együtt voltunk, vagy egyedül voltunk, mert édesanyám meghalt, mikor 13 éves voltam. És akkor én már mindent kellett csinálni, gazdálkodtunk, tehenet fejni, ezt már mind az én sorsom volt. És mikor akkor jött ez a fordulat, más lett a világ, akkor férhez mentem. Öcsém kiment Németországba, kiszökött Németországba, mert akkor édesapámat kivitték, mint német katona, pedig nem volt német katona, de mégis elvitték Németországba, és mikor tudtunk érintkezni, mert akkor nem volt telefon, nem lehetett telefonálni, mint most van. Csak valaki ismerős mondta, hogy ott van édesapám, és akkor öcsémet elvitték édesapámhoz Németországba, és én teljesen egyedül maradtam egy nagy parasztházba, de közben a jószágot el tudtunk adni, amit tudtunk. Egy lovat azt úgy elvitték, nem kaptunk érte semmit, és hát akkor, mikor már annyira voltam, hogy már nem bírtam tovább, és nálunk a házban volt a katonáknak egy pihenőnek, úgy mondták, egy szoba volt kiadva bérletbe, és a katonák ott aludtak csak, akik a határőrségben voltak, ott dolgoztak. És akkor ott összejöttem egy katonával, egyedül egy lány, el tudjátok képzelni, hogy... És akkor férhez mentem, és így kerültem én Iván Dárdáról Vémindre. És itt a férjem az korán meghalt, csak 5 éves házasok voltunk, akkor meghalt, kapott agyvérzést, és abban belehalt. És közben született 2 gyermekem, az egyik volt 6 hónapos, és a másik volt 3,5 éves, mikor meghalt a férjem. És akkor megint itt Vémünden egyedül küszködtem, és akkor volt szerencsém, elkerültem, kaptam egy nagyon jó munkahelyet, a bölcsödébe mentem, és ott szakácsnő lettem, ott főztem, 33 évig dolgoztam, ott a más munkahelyem nem is volt. Ott a gyerekeknek kellett főzni, volt 9 felnőtt, és 45 gyerek, 45-48 gyerek, attól függ, és egyedül kellett főzni, és volt egy takarítónő, aki besegített sokszor, másképpen nem lehetett kellett 10 órát készíteni a gyerekeknek, ebédet főzni, 3 ebéd, mert olyan gyerek is volt a bölcsödébe, hogy az anyuka délbe jött szoptatni, és akkor kiment a mezőre aratni, vagy kapálni, és 4 óráig ott volt a gyerek, és akkor utána elvitték a gyereket. És hát közben akkor hát a gyerekeknek kellett főzni. Akkor kellett a kicsiknek ilyen pempőset főzni, először a legkisebbnek csak tápszert. Oriza volt akkor a neve, ezek tápszert kaptak. Akkor volt egy csoport, 8-10 gyerek, akiknek passzírozva, akkor nem volt mixer vagy ilyen, nem létezett még akkor, passzírozni, ők úgy kapták. És akkor a nagy csoport, azok még azt ettek, amit már a felnőttek is ettek, akkor ez már könnyű volt akkor. És reggelire 10 órára kaptak teljes kávét,
És akkor hát volt egy kis vajas kenyér, vagy valamit hozzá, vagy a boltban lehetett kapni akkor üres kekszet. Tudod mesélni? Igen. Hogyan emlékszik vissza a lakóhelyére? Hát otthon, ott mi gazdálkodtunk, mikor még szülei házban voltam. Voltak jószágok, lovak, mikor apámat elvitték, akkor három ló volt ugyebár, és én az öcsémmel ketten, de akkor szerencsére el tudtuk adni. Mert hát mit csináltunk volna, ha nem volt férfi a háznál, aki valamit csinált volna, és akkor el lehetett adni. Na és akkor hamarosan bejöttek az oroszok, mert akkor még nem voltak, ami előbb megmondtam, de akkor is a Jóisten segített. Volt egy orosz, ezt tudott németül beszélni, és akkor úgy belettek osztva, ahol aludtak, meg ott ezek ott voltak egy 3-4 hétig a faluban, hogy minek, azt már nem tudom. És ezt tudott németül, és ezzel tudtunk beszélgetni. Akkor még volt egy disznónk, mert le kellett adni a jószágot, ami volt, nem kaptunk érte semmit. És ez az egy disznó, az el volt zárva, vagy eldugva. És akkor mondtuk, hogy hát ezt kellene etetni, mit csináljuk. És akkor azt mondja, ez egy nagyon jó ember volt, ő segít nekünk, hogy le tudjunk vágni. Na, hogy csináljuk? Azt mondja, ha van, aki földolgozza, akkor ő reggel jön és lelövi a disznót, és utána földolgozhatjuk. Úgy is volt, mikor jöttek, keresték a disznót, akkor mondom, sajnos itt volt egy orosz, és az lelőtte. Más nem kellett mondani, nem kérdeztek semmit. Lelőttek, és kész, ahol el volt intézve, és akkor nekünk a disznó megmaradt, de ennek az embernek nagyon sokat adtunk, mert nem tudta, hogy mi ez a kolbász, vagy hurka, vagy valamit. Ez fogta, és beleharapott, oda dobta az asztalra, akkor a másik fogta, és harapott, és úgy ettek, annyira neveletlenek, vagy ilyenek voltak ezek az emberek. De jó indulatúak voltak, és nem bántottak. És így akkor ez el is ment egy két, vagy nem egész három hétig voltak ott a faluba, és akkor ezek elmentek, akkor szabad volt a falu, a község. És csak utána jöttem akkor férhez, ide Vejmendre. Mikor és már... hogyan fogadták a megszálló német és szovjet csapatokat? Hát mikor az oroszok jöttek, akkor a németek elmenekültek. Ezek nem maradtak ottan, de akkor még az is egy jó eset volt, fölmásztunk a Szalma Kazal faluhelyen volt, és akkor láttuk, már ott volt a határ, és már Jugoszláviában van, ott még már voltak az oroszok akkor, és a németek itt voltak nálunk, és akkor hallottunk, hogy hurra, hurra, meg amit ők, mit tudom én, hogy szokták mondani, és mi figyeltük, lányok, meg gyerekek, és mire ezek a házhoz, hát odaértek addigra, mi elbújtunk, két napig voltunk a pincébe öcsémmel, és utána, amikor akkor a szomszéd bácsi jött, és azt mondja, föl lehet jönni, mi föl vagyunk mentve, nálunk nem lesz semmi, de nem is kutattak, nem is bántottak, semmit nem csináltak az oroszok nálunk, nem, semmit nem. Hát és akkor ebből, aki tudott németül, amit előbb már mondtam, és így akkor voltunk tovább. És most a férjem meghalt, két gyereket fölneveltem, már mindegyik férné volt, meg már dédi nagymama vagyok. Mohácson lakik az unokám, és ott már van gyerek, az unokámnak már van gyereke, és azért vagyok már dédi. És így zajlik az életem. És a családjából szomszédok közül senkit nem hurcoltak el? Hát itt Vejmenden nem. Mert mikor én idejöttem, akkor itt már lecsendesedett ez, hogy hát mindent szednek és visznek, lesöpörték a padlást, minden szemet, de mikor én idejöttem, akkor pont ennek vége volt. És akkor még ott nálunk, ott még csinálták, hogy hát nem mondom azt, hogy raboltak, csak egyszerűen fogták és vitték a cuccot. Másképpen nem. És itt minden itt nagyon jó helyre kerültem, mert az aposom az erdész volt, és akkor ez
fáról gondoskodott, meg 2-3 napszámost hozott mindig, aki segített, és úgy nagyon jól voltunk, és mindjárt mehettem akkor dolgozni a bölcsödébe, amit már elmondtam, és 13 év után mehettem, dehogy is 13, 33 évig voltam ott a bölcsödébe, és utána onnan nyugdíjba mentem. És most a nyugdíjas vagyok azóta. És az öcsémmel mi történt? Az öcsém, az kiment Németországba, az édesapánkhoz. Ez volt akkor 11 éves, de egy családdal mehetett. És ez kint tanult, ez iskolába ment és tanult. És akkor ez egy kőbányába dolgozott, ahol ezt a sok port a kőbányától, az a kőpor, ami van, az beszívta, és a tüdeje olyan lett, úgy írták akkor, mintha egy betonba volna, és abban meghalt. Akkor ez 28 éves volt, mikor meghalt öcseim. És az édesapja? Édesapám, ez 94 éves lett. Az is kiment Németországba, és ott kint 13 évig volt özvegyember, mert az édesanyám itthon ugye meghalt, és 13 év után akkor összejött ott egy asszonnyal, egy nagyon jó asszonnyal, és hát nem házasodtak össze, de egybe laktak, mert édesapám tudott akkor lakást venni, és oda vette az asszonyt, és így akkor ő el volt látva, és akkor nekem nem költött. De nagyon sokszor kimentem Németországba, mert beteg lett, és akkor kimentem 3 hétig. Ha 3 hétig kint voltam, akkor kaptam már az államtól Németországba pénzt. Mert ha 6 hétig kint voltam, akkor én azt nem tudom megmondani, hogy mennyi márka volt ez akkor, amit kaptam, de 6 hét alatt többet kerestem, mint itt Magyarországon 4 hónap alatt kerestem volna. Mert betegápolási pénzt kaptam akkor ott a község, ahol lakott. Ez nagyon jó ember volt, és azt mondja, hogy ez nekem megjár, mert ha egy idegen tettek volna oda apám mellé ápolni, akkor még többet költött volna fizessenek. És akkor nekem is jó volt, meg hát... Na és akkor, mikor már annak is vége volt, mikor férhez mentem, és úgy kerültem akkor ide Vémendre. Ez még mind, amit előbb mondtam, hogy Németország, akkor még otthon voltam a családdal, hát ahol születtem, Ivándárdán. És milyen volt a háború alatt élni, élelmezés, iskoláztatás? Hát mit mondjak, én nekem nem volt rossz, de akkor csak 6 osztályt jártunk, mindenki nem volt több. És 3 évig, úgy mondtuk, hogy ismétlő, akkor minden csütörtökön mentünk, csak 1 nap. 3 évig volt az még, hogy mindig csütörtökön költött 1/2 napig járni iskolába. És így kaptunk akkor bizonyítékot, hogy hát jártuk ezt az iskolát, és más iskolát nem végeztem. Nem volt, mert mondjuk a családom, apámék, az magyarok voltak. De édesanyám, ezek sváb származások voltak, de nekünk nem volt erre hátrányunk, hogy hát. És gyermekkoromban magyarul beszéltünk is otthon, az egész falu német, svábok voltak, de édesapám ez úgy oda került a családba, és akkor mi gyerekek magyarul tanultunk. Sőt, még 1 évig szerb-horvát iskolába jártam, mert akkor a szerbek fönt voltak, még egy pár községet foglaltak csak el, és ezek, hát nem tudom, 1 évig vagy meddig voltak fönt, és akkor ugye a magyarok megint visszalettek dobva, úgy mondtuk, na hát most a szerbek vissza vannak dobva, és a magyarok elfoglalhatták megint a saját házukat. Hát ez nagy valami volt a politikában is, de hát túléltünk is. És milyen volt a kapcsolat a szerbekkel? Hát nekünk nem volt probléma velük, de hát ezek nagyon bosszúálló emberek. De hát itt nem lehetett hallani, hogy nem bántottak úgy senkit, nem lehetett hallani. Mert ugye már ő nekik is lejjebb költött adni, és örülni kellett nekik is, hogy volt, hol meghúzzák magukat. És
katonákkal milyen volt a viszony? Hát abban sem volt nekünk problémánk, de nálunk egy asszonyt, hát ja, nem is kell mondani, levitték a pincébe és megerőszakolták, és utána megölték a falubeli asszonyt.